Üdvözlök minden kedves, tisztelt hölgyet és tisztelt urat! A 13. hétben léptünk, elkezdenénk. Most úgy kezdem itt a hétfőt, hogy nagyon nehezen tudtam beszerezni ilyen adalékmentes sót, de ennek semmi köze a kerthez, szerintem csak elkezdem a hetet, akkor kicsit kertészkedjünk, igaz? Most erre a hétre nem sok minden van, kis tyúkászás, kis palánta, kis fóliázás, meg hasonló dolgok, de azért kis kötözgetés, azt is el kell végezni. Majd jövő héten lesz talán egy kicsit érdekesebb, mikor majd dinnyézünk és hasonló dolgok kezdődnek, akkor menjünk és kertészkedjünk egy kicsit. Annyira jó van a kert, hogy tulajdonképpen, meg már lejárt a 3-4 hetem is a tyúkok fele, hogy ideje most már kitakarítani őket, mert hát, mégis ilyen toldarabok vannak, ilyen kakszi, nem nagyon látszik, ilyen por van ott inkább. Úgyhogy kipakolok, de azért kicsit legyen már rendezettebb a tyúkol. És utána kapnak kajcsit is, hát még reggel van. De nem akarom összeporolni a kajájukat. Na úgyhogy itt egy kicsit itt össze kell omseprűzni. És kész is. És utána esznek, isznak egy jót. Na nézzük. Közben ez a kakszilójuk is egy pár napja volt kiürítve, ment a dinnyék alá, és azt moshagyjuk is. Hát végülis ez csak ilyen por, meg toll, kakszi annyira nincsen. A utóidejok, tényleg kis tyúkon már nem kotlik, tettem ide ilyen vackot elé, hogy ne tudjon bemenni, és meg néha kikergettük. Azt ennyi, elmúlt a kotlás. Hát még mindig jobb, mint itt izével, vödörrel, meg letakarni, meg hideg vízbe mártogatni, azt azért azt szerintem kicsit nem olyan jó. De így egy kis futással meg lett oldva. Na, gyűlik itt a izé. Na, gyertek onnan, cseréljünk. Menjetek! Nyugi van, gyerekik, menjetek! Menjetek már! Sitz! Na, tiplicsá! Utána pedig, mikor ez megvan, szoktam gyűjteni fahamut nekik, és kifigyeltem, hogy itt szoktak nagyon jó por fürdőzni, nehéz volt kifigyelni olyan nagy terület, és utána szórok be ide nekik fahamut, és a tyúktetűtől meg tudnak szabadulni. Hát, akinek nincs fahamúja, még olyanokat olvastam, hogy van ez a hát, matador, vagy milyen szer, azt szoktak a porfürdőbe szórni. Nem is matador valami, Rovatox a neve. És azzal szokták, amikor már nagyon durva a helyzet, és nagyon tyúktetvesek a tyúkok, akkor azzal szokták a tollukat is bedörzsölni, hogy ráönteni majdnem úgy a tollukra. Mert azért az csak nem jó, ott szívja a vérüket. Egyébként az ilyen fákba laknak, már láttam, volt egy időszak, mikor volt. Hát, de azóta már ez megszűnt, mivel ezt a fahamút, ezt tényleg nem bírják. És ezért nagyon jó nekik. És télen is szoktam eltenni ilyen zsákokba fahamút, és beszoktam ide szórni rá az ülőkéjükre. A tyúkokra azért nem szórom, addig azokat elpucultatom, ha még van a fertőtlenítés, és ennyi. És azóta nem látok ilyen kis apró lényeket, se a fán, sehol. Na, már mindjárt pofásabb, látjátok? Így. Hát ez pedig megy a kukába, mert ez ilyen, én nem is tudom, mik vannak ebben, ilyen kis kődarab, meg minden, ezt csak nem komposztálom. Ilyenkor még, illetve szükség van egy kis tereprendezésre, mert itt is, ahol lesznek, olyan nagy gödör van, hogy hát gondolom, hogy lehullik kajcs, kiszokták ásni, úgyhogy ilyenkor így egyenesbe beszoktam hozni, lehet nem sok értelme van, de azért csak néz ki valahogy, ugye, tyuki! Fahamut, és akkor itt az alvó helyükön így szétszórjuk, közben nem veszünk levegőt, a fa is kapjon, nagyon fontos az ülőrúd. Pormaszkot nem hozta. Úgy
Itt is így beszórunk mindent. Jaj, tényleg a falakba is. Mert elméletileg ott is vannak. Ha vannak, hát nálam most tuti nincsenek. Ja, meg erre is. Na, ezt nem szeretik a kis tetűbanda. Így. Hú, alakul, alakul. Jó. Úgy most cserélünk a tyúkokkal. Na, menjetek. Menjetek. Na, úgy, úgy. És ide pedig egy kicsit többet rakunk, hogy tudjanak porfürdőzni. Hú, amúgy jó poros itt minden. Ez is kap, itt a, ez a kifutós. Ja. Igen, ilyenkor félnek a fahamutól. Ez előfordul, majd megszokják a gyerekek. Tényleg a tojófészek elé ezt raktam. És akkor nem tudod bemenni ott kotyogni, elmúlt a 40 fokos testhőmérséklete, vagy 41, azt hiszem. És nem voltak megfelelőek a körülmények, hogy toljon, vagy kotoljon, és most már elmúlt szól a kotlás, nappal, világosba, és arra kell olyankor vigyázni, hogy ezt takarjuk le, mert rájönnek az egerek a takarmányra. Na, így meg pláne kiborítottam. Kajcsi, ivóvíz, és egy 5 perc alatt meg is vannak. Tényleg amúgy az sem... Istenem! Az sem mindegy amúgy, hogy... Jó Isten van már! Na igen, ezért kell. Először a vízüket cserélem ki. Utána meg kaját kapnak. Mert hogyha először kapnak kajcsit, utána vizet, akkor esznek, közben beviszem a vizet, megint megriadnak, akkor tiszta por lesz a kajájuk. De még egybe a legjobb az egész. Ami remélem nincs olyan apróra darálva, hogy nem tudják megenni, de így. Na, egyből kultúrát a kertjük, úgyhogy le vannak.
lájtos trükköt, hogy beáztattam cukkini magot, és már teszem is elfele oda, hogy tutira menjek. Igazság szerint ez se lenne muszáj, mert most már mindegy, mert helybe is lehet vetni olyan 10 nap múlva körülbelül, de hát azért én biztonságra megyek. A paprikák még nem jöttek ki, azok nagyon soká szoktak, van mikor 3 hét után bújik ki a paprikus, de az uborka az már nagyon kezd itt fejlődni, ez pedig itt ne tévesszem meg senkit, ez egy kis gyomnövény. Gyere csak innen kifele, fiam! Jó, ez is az lesz itt. Így az is kapott igencsak egy kis fagyás sérülést, de elvileg annyira nem idegesít, mivel úgyis az lesz a vége, hogy itt helybevetés fog történni. Ez a pár pedig ide nagyon jó lesz majd a fóliába, többi meg majd ott ráér fejlődni, csak az a lényege, hogy legyen nekünk korán icipici kis paradicsomok is. Itt már felütötték a fejüket, ez például a 407-es kecskeméti, illetve buzaú 50-es, ökörparadicsom buzaú 50-es, és a manó is kezd fejlődni, illetve hát az remélem, hogy az ott sóska lenne, de igen, csak az, és a kapor még, ami ott látható, és jövő héten már, azaz már lassan, már most is ilyen lidis minőségű kis pici vacak retkek vannak, de azért ezt még növeljük, és az új hagymánk is nagyszerűen fejlődik. Hát még gondolom a műtrágya, amit kontrollcsoportba vetettem, az még nem nagyon szívták fel, de jövő héten már egészen biztosan tudunk enni retket, illetve itt láthatóak a palántáim, a kukoricák. Igen, hát a kelési arányt, ha megnézzük, ez a baj ezzel, ami nagyon jó volt, az a Spirit F1-es volt, az szintén 95%-ra kibújt, de ezeket, mint látjátok, hát ott is kéne lenni 1K4, azokkal nem besült, 5 darab besült a 22-ből, 2, 4, 6, 8, 10, 12, igen, a 22-ből besült 5 darab, hát még elviselhető ez is, majd pótolni fogom jövő hétre, hogy az is legyen természetesen. Illetve megindult most már nagyon a hangya invázió, feltöltések itt befejezve, locsolás. Hát erre a hétre szerintem ennyi, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, tartsatok velem a jövő héten is, találkozunk, és további jó munkát mindenkinek, kellemes tavaszias időt és óraátállítást kívánok. Sziasztok!